Gondoltál-e arra, hogy mire vágytak az emberek? Rabként mire volt szüksége ennek a virrasztó nemzetnek? Rendhagyó irodalmi estre invitálták a költészet barátait a Gárdonyi Géza Művelődési Házba. A vendég Bobori Zoltán, a székesfehérvári kultúra legendája, aki nemrégiben ünnepelte 77. születésnapját, stílszerűen 77 év vendégségben címűen mutatta be az elmúlt két esztendőben papírra vetett verses gondolatait. Azt hiszem, hogy az elmúlt két esztendőnek, mert hogy két évvel ezelőtt jelent meg a 75 év vendégségben című kötetem, hogy az elmúlt két esztendőben mi történt, miként látom a világot, miként hatott rám a világ. Úgyhogy hát az, ami én bennem lakozik, és ami átértem az elmúlt két esztendő alatt, azt szeretném most valamennyire bemutatni. A legfrissebb verseimtől kezdve azokon át, amiket az elmúlt két esztendőben sikerült a Jóisten kegyelméből létrehoznom. A felolvasó este megismert nagyívű gondolatok megerősítették, a felgyorsult világban kell és érdemes nyitott szemmel és szívvel fogadni a történéseket, s lejegyezve továbbadni, elfelejtve a talmit, az álságost, mint egy okulásul a jelennek. Bobori Zoltánnal nagyon régi a kapcsolatunk és a Gárdonyi kapcsolata is, és én nagyon örülök, hogy megmaradt ez velünk is, és a továbbiakban is ilyen baráti kapcsolat van. És ebből fakadóan indult ez, hogy itt legyen egy felolvasóest, hiszen már két éve telt ugye a 75 év vendégségbe megjelenése óta. A publikum ezen az estén bizonyosan megértette a megvalósult szándék mélységesen emberi központú üzenetét. A Carpe Diem, az élj a mának, használt ki a pillanatot a jóra, de ne feledd azt sem, hogy múlt nélkül nincs jövő.